Köszöntöm Önöket! A Közszolgálat című magazin műsor legújabb adásában a következő témákat láthatják. Személyre szabott szolgáltatás, mindez a foglalkoztatás növelése érdekében. Elégedett ügyfelek. A Kunszentmártoni kormányablakban még a szomszédos megyékből is átjárnak. Leggyakoribb a gépjárműügyintézés. A tiszazugi település kormányablakát is ezzel kapcsolatban keresik föl legtöbben. Jobban oda kell figyelni. Élelmiszerek kezelése a nyári melegben. Az országon egyre nehezebb a foglalkoztatás, hiszen hamarosan elfogyhat a munkaerő. A kormány ezért indított egy olyan programot, amely új megközelítéssel igyekszik ezen a nehéz helyzeten javítani. Három megye után újabb három megyében érhető el ez a program, közöttük Jász-Nagykun-Szolnok megyében is. Erről tartottak sajtótájékoztatót. A program egyik célja, hogy a kormányhivatalok foglalkoztatási osztályai a korábbinál hatékonyabban nyújtsanak segítséget a pályakezdőknek, a kisgyermekes anyáknak, a közfoglalkoztatottaknak, valamint az álláskeresőknek. Egy olyan elem, amely elsősorban a vállalatokra, a vállalati kapcsolatokra épít, és egy olyan elem, amelyben szerintem a lehető legnagyobb összefogásra van szükségünk az elkövetkezendő időszakban. Munkanélküliséggel leginkább sújtott megyékben, Hajdú-Biharban, Szabolcs-Szatmár-Bereg, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ezt a reformprogramot már elindítottuk. Ennek a lényege abban áll, hogy intenzív kapcsolatot alakítsunk ki mindazokkal a munkaadókkal, akik fejleszteni, bővíteni szándékoznak, illetve egy személyre szabott együttműködés alakuljon ki a foglalkoztatási osztályok, a foglalkoztatási főosztály munkatársai és mindazon munkavállalók között, akik most még munkát keresnek. Vannak tartalékok, vannak lehetőségek, ezért ennek a munkának van értelme. Van értelme akár úgy is, ha csak 1, 2, 10, 20, 100 családnak tudunk segíteni, hiszen számunkra ők a legfontosabbak. A program sikerét jelentheti, ha erősítjük a cégekkel való kapcsolattartást, mondja Bodó Sándor. Számítanak az önkormányzatokra is, hiszen vannak olyan helyi programok, amelyek már jól működnek. Olyan közös gondolkodásra van szükség, ahol a kormányzat, a megyék, a járások, a település önkormányzatok összerakják azt a tudást, ami van, és összerakják azt a lehetőséget, amiük van. Ez arról szól, hogy valóban meg lehessen találni azokat, akik még nem dolgoztak. A szakképzésben olyan képzési rendszert erősíteni meg a duális képzés lehetőségeivel, ahol a fiatalok nem csak a szakmát tanulják meg, hanem megtanulnak dolgozni is. Azt javasoltam államtitkár úrnak, hogy az önkormányzatok tapasztalatát a lehető legnagyobb mértékben használják, hiszen csak ebben a megyében, hogyha Jászberényt, Mezőtúrt, Karcagot, Szolnokot nézzük, mindenhol megvannak azok a rendszerek, amelyek kapcsolatot tartanak a foglalkoztatókkal, kapcsolatot tartanak a cégekkel, de ha nem tennék, akkor a cégek jönnek a polgármesteri hivatalokba, hogy milyen problémájuk, milyen gondjaik vannak, tehát kialakult már egy kapcsolatrendszer, amit erősíteni tudunk ezzel a kormányzati gondolattal, amit államtitkár úr elmondott. A program újdonsága, hogy három szereplős, tehát a munkavállaló, a munkaadó és a kormányhivatalok foglalkoztatási osztályainak szoros együttműködésében rejlik a siker. Ennek a programnak még nagyon nagy lába, erős lába az, hogy a vállalati kapcsolattartást is erősítjük. A 250 fő feletti cégekkel a megyei vállalati kapcsolattartó tartja a kapcsolatot, a kisebb létszámot foglalkoztató cégekkel pedig a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak a vállalati kapcsolattartói. Tehát ezt azt akarja, hogy a jövőben, meg jelenleg is személyesen keressük fel a munkáltatókat, és tartva a kapcsolatot, próbáljuk az ő igényeiket minél előbb kielégíteni. Az új munkaerőpiaci reform teljesen átstruktúrálta az egész osztály működését. Az álláskeresőket első körben a nyilvántartásba vévő kollégák szegmentálják, attól függően, hogy mennyire alkalmas arra, hogy önállóan állást keressen, állást találjon, segítséggel el tudjuk-e helyezni, vagy pedig valamilyen képzést igényel ahhoz, hogy az elsődleges nyílt munkaerőpiacra a későbbiekben ki tudjuk közvetíteni. Az ügyfeleket
első körben nem nagyon érinti változás, ugyanúgy bejönnek az ügyfélszolgálatunkra, a sorszámot húznak, a kollégáim fogadják őket, azonban a munkaerőpiaci szolgáltatás most már elkülönül, azt külön kollégák végzik, tanácsadók vagy támogatók, és a nyilvántartásba vévő hatósági ügyintézők az ő ügyintézésüket követően átküldik azokhoz a kollégákhoz, akik a munkaerőpiaci szolgáltatás keretében valamilyen tanácsadásban részesítik az ügyfeleket. A kiközvetítést oly módon változtatta meg, hogy az foglalkoztatási osztály most már nem tömegesen közvetít egy munkáltató munkaerőigényére ügyfeleket, hanem csak azok az ügyfelek kerülnek kiközvetítésre, akik többszörös szűrésen esnek át a foglalkoztatási osztályon, első körben egy telefonos szűrésre, és amennyiben azt válaszolja a kolléga kérdésére, hogy szeretne dolgozni, akkor befárad az ügyfélszolgálatunkra, egy személyes előszűrést követően megkapja a közvetítő lapot, amivel azt követően felkeresi a leendő munkahelyét. Olyan ügyfelek kerülnek ki közvetítésre, akik a munkaerőigényben megfogalmazott feltételeknek meg fognak felelni, és nyilván a helyszínen el tudja dönteni, hogy az az állás megfelel a számára, vagy a munkáltató is dönthet úgy esetlegesen, hogy felveszi-e vagy nem ezt a munkavállalót, álláskeresőt. És a program kiket érint? Minden álláskeresőnket érint, az osztály lassan 2 hónapja így működik, nincsen végzettséghez kötve, minden hozzánk betérő ügyfél ugyanezen a metóduson megy keresztül. A tapasztalatok igen kedvezőek, mert a legutóbbi képzési és állásbőrzén is le tudtak mérni a foglalkoztatási osztály munkatársai. Fel tudom mondani, hogy a tavalyi évhez képest harmadannyi álláskeresőt szólítottunk meg, és mégis többen jelentek meg, mint például az elmúlt évben, mert csak azokat az álláskeresőket szólítottuk meg, akik alkalmasak arra, hogy munkát vállaljanak, és akik akarnak is munkát vállalni és dolgozni az elsődleges munkaerőpiacon. A munkáltatók részéről vannak-e visszajelzések? Voltak a helyszínen már visszajelzések, pozitív visszajelzések, több munkáltató által kínált munkakör már betelt a bőrzén. Ugyanígy volt az álláskeresők részéről is pozitív visszajelzés, hogy úgy ment el már a rendezvényről, hogy munkahelye volt. Tervezzük, hogy egy elégedettségmérési kérdőívet készítünk, és hamarosan kiküldünk a munkáltatók részére, amiben elmondhatják tapasztalataikat, és hogy esetleg miben kellene még változtatnunk, fejlődnünk. A szolnoki járásban 3860, Szolnokon pedig 2134 álláskereső van. A relatív mutató a megyében 6,1, a szolnoki járásban 4,8, a megyes székhelyen pedig 4,5%. Jellemzően fémipari munkákra keresnek dolgozókat a munkáltatók. Heggesztőket, alumínium heggesztőket, jelen van erőteljesen a bőripar, autógyártásban, az autóipari alkatrészgyártás is, de ugyanúgy megtalálható a vendéglátás. Jelenleg tehát 6 megyében zajlik a program, amelyet várhatóan néhány hónapon belül az ország minden területére kiterjesztenek. Ebben a műsorban most ezúttal a Kunszentmártoni járási hivatalt mutatjuk be. Többek között megtudhatják azt is, hogy melyek a legfontosabb és a legtöbbet ügyintézett ügyek itt a kormányablakban. A Kunszentmártoni kormányablak 2015. decemberében alakult. A járásban közel 35 ezeren élnek. Ennyi év után elmondható, hogy egyre inkább elfogadottabbá válik az egyablakos ügyintézés ebben a térségben is. 3 munkaállomás a klasszikus okmányirodai ügyek intézését szolgálja, egy pedig a kormányablakos ügyek intézésére nyújt lehetőséget. Milyen plusz feladatai vannak még a járási hivatalnak? A járási hivatalnak a kormányablakban intézhető ügyek körével kapcsolatosan elmondhatom, hogy folyamatosan bővülnek a feladatai. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló jogszabály által is szabályozottan gyakorlatilag bármilyen kérelem előterjeszthető a kormányablakban, amit törvény vagy jogszabály, kormányrendelet nem zár ki. Illetve azt is el tudom mondani, hogy a kérelemre induló ügyek országos illetékessége kapcsán
Nem csak a járásból érkeznek állampolgárok a kunszentmártoni kormányablakba, hanem a környező megyékből, Békés megyéből, Csongrád megyéből, vagy Bács-Kiskun megye állampolgára is előszeretettel jönnek hozzánk, és a legtipikusabb, a leggyakrabban intézett ügyek a gépjármű ügyek, amelyek az összes ügytípusnak mintegy egyharmadát teszik ki. Ha a kormányablak és okmányirodai osztály ügyfélforgalmát vesszük alapul, 2018-as évben 39.500-an látogattak meg bennünket személyesen, ha pedig az összjárási hivatalt vesszük alapul, akkor pedig közel 80.000-en kerestek fel bennünket. Tehát elmondható, hogy az ügyfelek száma évről évre növekszik, 17-hez képest 18-ban 5%-os a növekedés, de ha egy havi statisztikát említek, akkor 2019. május hónapban 4.300-an kerestek fel bennünket, amely a tavalyi év hasonló időszakához képest 14%-os emelkedést jelent. Ez azt jelenti, hogy az állampolgárok megszokták, netán megszerették a kormányablakot, ezt a fajta egyablakos ügyintézést, ez a tapasztalat? Így van. Folyamatosan monitorozzuk az állampolgárok elégedettségét egyébként kérdőívekkel. Nyilván ez a szolgáltató jellegből adódóan a professzionális elvárásoknak megfelelően szükséges is és fontos is, hiszen ha van mit javítani, azt meg kell tenni, de azt mondhatom, hogy az állampolgárok elégedetten, szinte 100%-ig elégedetten távoznak az ügyeik elintézését követően a kormányablakból, illetve a járási hivatalból is, és az átlagos ügyintézési idő az, ami számunkra folyamatosan fejlesztendő mutató, és ezt is elmondhatom, hogy a tavalyi évhez képest javuló tendenciát mutat, hiszen 10 perc alatt 9 perc 41 másodperc most az egy ügyre jutó átlagos ügyintézési idő. A szokások lassan változnak, hiszen az állampolgárok még mindig a régi gyakorlat szerint személyesen intézik az ügyeiket, amely bizony hosszabb időt is igénybe vehet. Van a központi időpontfoglaló rendszer, mint alkalmazás nyújtotta lehetőség az állampolgárok számára, azonban azt kell, hogy mondjam, hogy az állampolgárok tapasztalataink alapján az állampolgárok elenyésző esetben élnek ezzel a lehetőséggel, pedig népszerűsítjük. Inkább a személyes megjelenést preferálják. Egyébként visszatérve arra, hogy Békés megye, Bács megye, Csongrád megye lakosai szívesen térnek be hozzánk, ennek ez az egyrészt a személyes megjelenésnek köszönhető, tehát elindulnak, még gépjárműgyet el szeretnék intézni azon a héten, és az az ügyfélbarát, ügyfélfogadási idő kialakítása, ami megyénkben jellemző is, abszolút pozitív a számukra, hiszen még péntek délután 3-ig is jöhetnek hozzánk ügyet intézni. A kunszentmártoni kormányablakban a leggyakrabban intézett ügy a gépjármű ügyintézés. Ezen belül a gépjármű átírás és a kérelemre való kivonás. A gépjárműgyek közül jó párat már elektronikus úton, otthonról is lehet intézni. Ehhez mindössze ügyfélkapu regisztrációra van szükség, és akár az ágyból fekve el tudja az ember végezni ezeket az ügyeket. Ezek lennének az eladásbejelentés, a jármű kérelemre történő forgalomból kivonása, amennyiben a jármű tulajdonosa és üzemben tartójának a személye megegyezik, és nincs a járművön hitel. Ez a kérelemre kivont jármű a forgalomba ismételten visszahelyezhető, a webes ügysegéden keresztül, illetve az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült törzskönyvpótlását is lehet otthonról intézni. Megragadnám az alkalmat, a 2019. január 1-től indult gépjármű szolgáltatási platform népszerűsítésére. Ehhez is mindösszesen ügyfélkapu regisztrációra van szükség. Bármennyi jármű ingyenesen lekérhető rendszám alapján. Arra felhívnám a figyelmet, hogy csak a jármű műszaki adatai, belértve például a kilométeróra állást, a lefoglalás alatt áll-e, hitel van-e a járművön, viszont személyes adatokat nem tudunk megtekinteni a rendszeren keresztül. A gépjárműintézéssel kapcsolatban felhívnám a figyelmet az eladás bejelentés tényének fontosságára.
ez megtörténhet akár személyes úton történő megjelenéssel, postai úton beküldeni, az előbb említett webes ügysegéden keresztül, illetve az e-papír szolgáltatás igénybevételével. Nagyon fontos, hogy az adásvételi szerződés 8 napon belül benyújtásra kerüljön, mivel így a közlekedési igazgatási hatóság tudomást szerez a jármű értékesítésének tényéről, így az új tulajdonost fel tudja szólítani, amelyben nem teszi meg 15 napon belül a tulajdonjog rendezését, illetve az új tulajdonos, az átírás elmulasztó új tulajdonos, ha valamilyen szabályszegést követ el, az eladó a okmányiroda által leigazolt adásvételi szerződéssel tudja a rendőrség előtt bizonyítani, hogy ő ezt a járművet értékesítette. A mai adásban is ügyet intézünk. Ezúttal egy gépjármű átírásos ügynek a részleteit láthatják. Tartsanak velünk a következő percekben. Jó napot kívánok! Miben segíthetek? Jó napot kívánok! Szeretnék egy gépjárművet átiratni, és ezen kívül lenne egy speciális kérdésem. Van nekem egy meglévő gépjárművem, amit szeretnék eladni a nagykorú gyermekemnek, és azt szeretném megkérdezni, hogy ahhoz milyen dokumentumok szükségesek. Jó, akkor kérném szépen az adásvételi szerződést, biztosítást, eredetiségvizsgálatot, személyi okmányokat. Odaadok mindent, hogy egyszerűbb lesz, és akkor adom a személyi okmányokat is. Jó. Csekken vagy bankkártyán szeretne fizetni? Kérnék szépen aláírásokat. Oda. Mert mindjárt megfordítom, mindjárt. Oda és oda. Parancsoljon, itt van a forgalmi engedély, bejegyzése került a tulajdonjog. Másik oldalt a műszaki érvényesség, illetve az egyéb záradékok. A törzskönyv az pedig körülbelül egy olyan jó 8-10 nap múlva postán lakcímre fog majd megérkezni. Ha a gyermekének szeretné adni az autót, személygépkocsi ez? Igen. Egy adásvételi szerződést kell kitölteni. Az adásvételi szerződést ingyenes oldalán, tehát ajándékozhatja a gyermekének az autót. Nem, ebben az esetben, hogyha a közeli hozzátartozónak ajándékozza az autót, nem kell eredetiségvizsgálatra elvinni, illetve mivel a gyermekének ajándékozza, nem kell vagyonszerzési illetéket se fizetni, mivel egyenes ágbéli rokonok. Ezt ugye igazolni kell, a gyermekének a születési anyakönyvi kivonata kell hozzá. És ebben az esetben csak a forgalmi engedélyt és a törzskönyv illetékét kell kifizetni, ami 12 000 forint. Természetesen kell hozzá, hogy a gyermeke nevére szóló érvényes biztosítás, forgalmi engedély és a törzskönyv. A minőségi élelmiszerek is bajt okozhatnak, ha nem megfelelően kezelik őket. Nyári időszakban különösen figyelni kell a szabályok betartására, hogy elkerüljük a bajt. A következő percekben néhány jó tanácsot hallhatnak ezzel kapcsolatban. Az élelmiszerbiztonsági szabályok betartása nem csak nyáron, mindig nagyon fontos, de nyáron nyilván még fontosabb, tekintettel arra, hogy a nagy melegben a baktériumok szaporodása gyorsabb, ugyanis a baktérium szaporodás az sok mindentől függ, de elsősorban a hőmérséklettől. Azt el kell mondani, hogy a háztartásokban van a legtöbb étel eredetű megbetegedés. Ez nem nagyon van a köztudatban, nyilván nyilvánosságot a közétkeztetésben előforduló tömeges ételmérgezések kapják, de a háztartásokban nagyságrendekkel nagyobb az ételmérgezések száma. Ebből következően a házi asszonyoknak, házi uraknak az ételkészítéskor nagyon oda kell figyelni, hogy minden olyan higiéniai előírás betartsanak, amivel a családjuknak, vendégeiknek az egészségét megóvhassák. Elsősorban személyi higiéniáról van szó. Arra nagyon kell figyelni, hogy az ételeknek az utófertőződése a személyi higiénia hiányosságai miatt ne következzen be. Mire gondolok? Például arra, hogy az elkészített étellel ne kerüljön kapcsolatba olyan eszköz, olyan konyharuha, ne abba törüljük a kezünket, amit akkor használtunk, amikor még az alapanyagok nyers állapotban voltak. Azt valószínűleg már mindenki tudja, aki ételkészítéssel foglalkozik, hogy a nyers alapanyagok előkészítéséhez és a főtt elkészült ételek tálalásához más eszközöket kell használni. És remélhetőleg azt is tudják,
hogy például a nyers hús felvágására használt deszkát, kést ne használjuk soha semmilyen körülmények között, például nyersen fogyasztandó élelmiszerek darabolására. Nyilván elmossuk, mindenki elmossa a húsvágó deszkát, de a fertőtlenítés otthoni körülmények között általában nem tud megvalósulni, bár lehet természetesen kapni fertőtlenítő hatású mosogatószereket is, de ez azért a háztartások elenyészően kevés számában található meg. Ezért jól tesszük, ha azt a deszkát, vágóeszközt megjelöljük tartósan, vagy nem felejtjük el, hogy a piros kést a húshoz használjuk, a zöldet pedig mondjuk a salátákhoz. Ez az egyik alapvetően fontos dolog, illetve az, hogy az ételkészítés különböző fázisai között mindig mossunk kezet. És másik konyharuhát vagy kéztörlőt használjunk, célszerűen a legjobb az egyszer használatos papír kéztörlő használat, akkor véletlenül sem fordulhat elő, hogy a fasírt gyúrása közben használt kéztörlőt utána a saláta mosása korvizes kezünk megtörlésére használjuk. Ugyanilyen fontos szabályok vannak az alapanyagok beszerzése során. Az alapanyag beszerzésekor mindig figyeljünk arra, hogy csak kifogástalan minőségű alapanyagot, élelmiszert vásároljunk meg. És olyan helyen, ahova bizodalmunk van. Ha azt látjuk, hogy a eladóknak, a pénztárasoknak a ruházata rendezetlen, piszkos, hogy a eladó a pultban azzal a kezével fogja meg a felvágottat csupasz kézzel, amivel egyébként a pénzt is elveszi, akkor onnan nyugodtan forduljunk ki és keressünk egy másik helyet. A bevásárlás, az élelmiszerek vásárlása nagy logisztikát igényel a nyári melegben, főleg akkor, ha bevásárlás környékén más tevékenységet is kívánunk végezni, mondjuk a gyereket elhozzuk a nyári táborból. Mindig az élelmiszer vásárlás legyen a legutolsó. Először minden egyebet intézzünk el, aztán mehetünk bevásárolni, és a lehető leghamarabb mehetünk haza. Ezzel is vannak azért néha gondok, főleg itt Szolnok közlekedésében, tehát előfordulhat, hogy hazaindulunk ugyan, de egy óra múlva még nem vagyunk otthon, hanem a 40 fokon a dugóban állunk. Erre is fel tudunk készülni azért, hogyha tudatosan odafigyelünk ezekre a szabályokra. Hűtőzacskó. A hűtőtáskának a használata is lehetséges persze, de az nem annyira életszerű a családoknál, de ezek a hűtőtasakok, amik a fagyasztott élelmiszerek boltból való hazavételére szolgálnak alapvetően, egyéb élelmiszereknek elrakására is nagyon jók. Legyen ilyen nálunk. Elmegyünk nyáron vásárolni. Bevásároljuk az élelmiszert, pakoljuk a hűtőzacskóba. Nagyon jó, ha valami fagyasztott élelmiszert is veszünk, mert az még hűtőakuként is szolgál ebben a zacskóban, és akkor hát nyugodtan indulhatunk haza, remélve, hogy azért nagyon sokáig nem fogunk a dugóban állni. Amikor hazaértünk, azonnal rakjunk be mindent a hűtőszekrénybe. Figyeljünk oda arra, hogy mondjuk egy pénteki bevásárláskor megvesszük a vasárnapi ebédre valót. És mondjuk az egy baromfi hús olyan, amelyik nem előre csomagolt, hanem a pultból kértünk egy kiló csirke mellett, azt inkább fagyasszuk le. A baromfi hús tulajdonképpen másnapra a nejlonzacskóba meg tud romlani, úgyhogy semmit nem vesztünk azzal, az élvezeti értékét sem fogja a húsnak csökkenteni, hogyha lefagyasztjuk a biztonság kedvéért. A gyári csomagolásban levő védőgázas vagy vákumos húsokat persze nem kell kicsomagolni, lefagyasztani sem, azok sokkal tovább eltarthatók. A hűtőszekrényben is úgy pakoljunk, hogy a legerősebb hűtést kívánó élelmiszereket tegyük felülre, a leghidegebb helyre, húsokat, tejtermékeket, zöldségeket, gyümölcsöket pedig hát nyilván lejjebb. Arra is figyeljünk, hogy a kész étel van a hűtőbe, mondjuk a tegnapi vacsora maradéka, amit majd még meg kívánunk enni, akkor nehogy szennyeződjön a nyers alapanyaggal, amit éppen most vettünk. Mondjuk a zacskóba betett csirke már, hogy ennél maradjunk, nagyon jó csöpögni, ha az a zacskóban jól tár, és pont a látom csöpögnek a felkészített körözőkre. Ezeket nagyon történik az otthoni ételmérgezések nagy része. Ezzel műsorunk végére értünk, legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk, várom Önöket, akkor is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!